Illőnek tartom, hogy megelevenítsek egy közel 2000 évvel ezelőtti köszöntést. Nem igen szoktam ezt használni, nagyon rég nem használtam ehhez hasonló köszöntést sem. Nem csak azért akarom megelevenítni, mert bibliai, vagy benne van a Bibliába, hanem mert ide talál. Egy kicsikét ki is egészítem a köszöntést, ez Péter apostol köszöntése, amivel a második levelét kezdi, amelyben azokat szólítja meg, akikre nézve a következőket mondja, akik velünk egyenlő, drága hitet nyertek, a mi Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztus igazságában. Akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, azok számára kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak és a Szentléleknek megismerésében. Amen. Gondolom, hogy nem követtem el azt a vétket, hogy hozzá tegyek a Szentíráshoz, csak kiegészítettem a Péter által megfogalmazott köszöntést. Időszerűsítettem a jelen alkalomra, hiszen a mai konferenciánknak a témája nem csak, hogy megérteni, hanem először is megismerni a Szent Lelket, akit gyakorlatilag megismerteti velünk az Atya Istent, a Fiú Istent. Az Atya Isten, a Fiú Isten megismerésében alapos munkát végzett nálam is, meg nálad is. A hitünk, amelyel az Úr kegyelméből itt vagyunk, és ha Zoli testvér a reggel megmagyarázta, vagy megelevenítette azt a magyarázatot, amely a konferencia kifejezéssel kapcsolatos, most éppen azok vagyunk együtt, akiknek a hitünk az apostolok hitével egyenlő és nagyon drága. Erről már az első levelében is ír Péter apostol. Hogy ír az első levelében? Hogy a kipróbált hitünk az milyen? Én úgy fogalmazok, hogy a világ összes aranyjánál, e világ összes aranyjánál, még a mennyei aranynál is, amelyről ugye ott is van valamilyen arany, no nem olyan, mint ezen a földön, a tűzben kipróbált aranynál sokkal értékesebb. Ez az a hitünk, amellyel az Úr kegyelméből itt vagyunk a konferencia délutánján, és mindazokat, akik úgy döntöttek, hogy a konferenciai délutánnak is megadják az árát, hiszen ezt hallottuk a délelőtti szolgálatnak az utolsó üzenetében, hogy az alkalomnak, az alkalmatosságnak és az alkalmaknak van ára. És akik megadtuk az árát, ma részesülünk ebben a köszöntésben, amit a Szentlélek úgy indított, hogy megelevenítsem. Ezzel a békességgel és a kegyelemmel, amely bőségesen megadatott számunkra, bőséges volt az eddigi kegyelem is, ami megadatott a délelőtti konferenciai időben, a szünetben is, bizonyára, hogy beteljesedve Szentlélekkel a beszélgetésünkben, benne volt az, amit hallottunk az Efézusi levélből. Nem mondott senki, ámment. Benne volt a beszélgetésben? Tehát úgy hallottuk, hogy teljesedjünk be Szentlélekkel, és aztán beszélgessünk egymás között. Úgy beszélgettünk a szünetben. Megismerni a Szent Lelket, a konferenciának a témája. Sokat gondolkoztam azon, és kerestem az Úr
jelenlétében, hogy melyik az az üzenet, melyik az az íge, amelyen keresztül ma délután, vagy hát tudva, hogy a délutáni alkalommal kell szóljak, ugyan egész pontosan nem tudtam, hogy a délelőtti üzenetben mi fog elhangzani, legalábbis a Pali testvér szolgálatának a alap gondolatait tudtam a jójeli proféciából kiindulva, és aztán a Szentlélek úgy irányított engem, hogy hát a bevezetőben még azt is mondjam el, amit mi nagyon jól tudunk a korintusi első levél 13. fejezetének a 12. versében, ott a középső mondat, van egy rövid középső mondat. Emlékezetből, hogy emlékezünk erről az igeversről? Olvasom akkor. Korintusi első levél 13. rész 12. versének a középső mondata. Most rész szerint van bennem, Pál apostol magára mondja, én meg most magamra mondom, és ha te is kimondod magadra, akkor rejád is érvényes lesz, az ismeret. Most rész szerint van bennem az ismeret. Miért mondom ezt? Majd meg fogjuk érteni az üzenetnek a folytatásában, hogy miért mondom ezt, hogy rész szerint van bennem az ismeret. A Szentlélekkel kapcsolatosan is rész szerint van bennem az ismeret, és abból a rész szerintiből csak egy kicsike részt fogok megosztani veletek. Ugyanis meg akarom elevenítni a Szentlélek megismerése ABC-jének az A betűjét. A Szentlélek megismerésének ABC-jéből az A betűt, amelyet maga Jézus Krisztus akkor, amikor készült elmenni, mert úgy, ahogy keresztelő János bemutatta Jézust, mielőtt a szolgálatának az utolsó szakaszába bemutatta Jézust, bemutatta úgy is, mint Isten bárányát, bemutatta úgy is, mint az, akiről Pali testvér hangsúlyosan beszélt, aki keresztel Szentlélekkel, aztán Jézus bemutatja a Szent Lelket, és azért mondom, hogy a Szentlélek ismeretének, vagy a megismerése ABC-jének az A betűjét fogom megelevenítni, ugyanis a búcsú beszédében Jézus, amikor kezd beszélni az övéinek a Szentlélekről, a következőket mondja. Igét olvasok János Evangélium a 14. fejezetéből a 15, 16 és 17. verseket. Ha nem nehéz, hogy megtiszteljük az Urat, hogy úgy hallgassuk meg ezeket az ígéket. Jézus Krisztus az Isten fia mondta, az övéinek és az övéihez hasonló drága hittel, egyenlő drága hittel itt lévén nekünk is ezt mondja. Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És én kérem az Atyát és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mind örökké. Az igazságnak ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. Ez az az első kijelentése az Úrnak, vagy a bemutatása, a vigasztalónak, a Szentléleknek a bemutatása, ezzel kezdi Jézus. Ugyanis úgy kezdte, hogyha engem szerettek. Kérdést teszek fel, ne siess a válasszal, ne is mondjál semmit hangosan, mert ha sietsz, akkor hát nem tartjuk be a Jakab apostolnak a
tanácsát, hogy gyorsak a hallásra és késedelmesek a szólásra, azaz megfontoltak a válaszadásban. Szeretem-e Jézust? Szereted-e Jézust? Jézus azt mondotta, hogyha engem szerettek, szereteteteket azban mutassátok meg, hogy az én parancsolataimat megtartsátok. Melyik volt az az utolsó parancsa az Úrnak, amelyet ma megtartottam? Ne siessek a válasszal, gondolkozzak el rajta, és találjam meg, hogy volt egy parancsa legalább, amelyre válaszoltam, vagy amelyet megtartottam. Aztán Jézus úgy mutatja be a Szent Lelket, mint vígasztalot, vagy más fordításba pártfogot. És én kérem az Atyát, és más vígasztalot ad nektek. A tanítványok így még nem ismerték a Szent Lelket, mint vígasztaló. Jézust ismerték, Jézus sok helyzetben megvigasztalta őket, volt olyan helyzet, amikor egy kicsit meg is dorgálta őket, volt olyan eset, amikor kemény kifejezést kellett használjon. Nem mondom el, hogy melyikek ezek, nem töltöm ezzel az időt. Úgy mutatja be a Szent Lelket, úgy ismerteti meg, mint vígasztalot. Mi ugye ezt már rég ismerjük, bibliaolvasokként, hívőkként, rég olvassuk, tudjuk, ő a vígasztaló. Feltettem magamban a kérdést. Engedem én, hogy a Szentlélek megvigasztaljon engem? Hát ebben az életben nagyon sok olyan helyzetbe kerülök, hogy van szükségem vígasztalásra. No, nem olyanra, amit az emberek tudnak adni. Elfogadom a Szentléleknek a vígasztalását? Akkor, amikor visszautasítást, amikor megvetést, amikor figyelmet nem kapok, és akkor engedem, hogy a Szentlélek megvigasztaljon azok között, a körülmények között. Mert ha nem engedem, akkor nem fogom megismerni, hogy ő hogyan, milyen módon vigasztal. És aztán azt olvastuk a folytatásba, hogy ez a vigasztal, amikor eljön, akkor úgy jön el, hogy veletek maradjon mind örökké. Hogy? Hát nem lesz elég csak pünköskor? Egyszer egy évben van pünkös, hát akkor jól jött, fogadott is, hát pünkösd van, illik is, hogy jöjjön a Szentlélek, és aztán ezzel már elégedjék is meg, hogy fogadtuk pünköskor legalább. Vagy még esetleg hát úgy, havonta, vagy három havonta egy-egy vasárnap, még helyet adunk neki, hogy hát azért még legyen ottan, amikor a gyülekezetbe elmegyek, de ha nincsen ottan, akkor megjegyzést teszek. A Szentlélek úgy jön el azzal a céllal, hogy mind örökké velem, veled maradjon. Miért mondta Jézus, hogy mind örökké? Miért nem mondta azt, hogy egy ideig, az életetek végéig, vagy addig, ameddig egy kicsit megerősödtök? Miért mondta mindörökké? Mert ahhoz, hogy megismerjük az Atyát, hogy megismerjük a Fiút, az Atya Istent, a Fiú Istent, a Szentlélek az, aki elvezérel az ő megismerésében, mármint az Atya, a Fiú megismerésében, és egyúttal önmagát is ismerté teszi. Ahhoz, hogy megismerjük, és Pál apostol, amikor írja a korintusi első levelet, már mindjárt a második fejezetben, a következőt írja a 12. ígeversben, mi
és az apostol az akkori idők híveire vonatkoztatta, ezt ma, felteszem a kérdést, vonatkoztathatjuk magunkra? Magunkra? Mi pedig nem e világnak a lelkét vettük? Mert Pál apostol a maga részére, szolgatársai részére, az első századbeli hívők részére így nevében így fogalmaz, mi a hívők nem e világnak a lelkét vettük. E világ lelke és a világ lelkületéhez nekünk nincs semmi közünk. Hanem Istenből való lelket, azt vettünk céllal, jól meghatározott céllal. Figyeljük tovább az ige olvasását, hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. És ehhez van szükség egy örökké valóságra, hogy megismerjük, hogy Isten mit ajándékozott nekünk. Hát tudjuk, hogy ajándékba adta az ő fiát, hogy ajándékba adta a szent lelkét, hogy ajándékba adta nekünk, ugye, még a hitet is. És mindaz, amink van, az mind az ő ajándéka. De hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk, szükségünk van egy örökké valóságra. A földi életbe csak részszerint, és abból a részszerintiből is, csak ma, ugyan mondottam, egy kicsike részt, osztok meg veletek, vagy elevenítek meg az ígéből, azt a kicsike részt a Szentlélek megismerésének az ABC-jéből, az A betűt. Miért mondom, hogy az A betűt? Mert amikor azt halljuk, hogy ahhoz, hogy megismerjük, hogy Isten mit ajándékozott nekünk, szükségünk van a Szentlélekre, hogy velünk legyen, és hogy mindörökké velünk legyen, hogy bemutassa. Nem csak azt, amit itt a Földön ajándékozott nekünk, hanem azt, amit szem nem látott, fül nem hallott, és az ember ki sem gondolt. Amikor ezt hallom, akkor azt mondom, hogy a Szentlélek ABC-nek az A betűje. Ennyi mindent! Tényleg ilyen sok? Kell egy örökké valóság ahhoz, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk? Bizonyára kell. Kell. Legalábbis az íge így fogalmaz. Jézus nagyon jól mutatja be az ő drága szent lelkét, hogy azt akarja, hogy velünk maradjon mindörökké. Ha én pedig csak azt akarom, hogy pünköskor, vagy hát egy olyan kimagaslóbb vasárnapi napon, amikor méltóztatok eljönni a gyülekezetbe, akarom, hogy legyen ott a Szentlélek, és aztán az érezzem, hogy ott van a Szentlélek, akkor nagyon-nagyon megszomorítom. Már a kezdetből megszomorítom az Úrnak a lelkét. Ő azt akarja, hogy velem legyen mindörökké. Jézus tovább megy, ebben a bemutatásban bemutatja, hogy ez az igazságnak a lelke, most erről nem beszélek, ezt a gondolatot nem fejlesztem ki tovább. Aztán azt mondja, hogy ez a világ, amelynek a lelkét az első keresztények nem vették, visszautasították a világnak a lelkületét. Visszautasították azt, amit ez a világ fölkínált nekik. Mert a világ, ha a világ lelkének helyet adok, akkor nem fogom sem látni, sem ismerni a vigasztalót, az igazságnak lelkét, a szent lelket. Nem fogom ismerni. Ha a világ lelkének van helye bennem, akkor a szent lélek nem csak, hogy nem érzi ott jól magát, hanem nem is maradottan. De Jézus úgy beszél róla az övéinek, ti már ismeritek őt.
ti már van ismeretetek felőle. No, nem mindent, egyértelmű, nem mindent, csak egy rész szerinti ismeret. Miért rész szerinti ismeret? Ugye, egy nagyon kézenfekvő példa, a reggeli időben Józsi testvér, a Dömötör Pétert bemutatta, hát 2-3 kifejezéssel. Aztán, amikor Péter ideállt, ő elmondott magáról egy néhány dolgot, nem mondott el mindent. Ugye Péter nem mondta el mindent? Na, ezért mondom. És ha több alkalmunk lenne Péterrel együtt lenni, akkor sokkal többet tudnánk meg felőle, ugye? Mert többet beszélgetésben több mindent megtudunk. Már a szolgálatából, a bizonyságából megtudtunk többet, mint amennyit bemutatta Józsi testvér. Ugyanígy van a Szentlélek is. Jézus bemutatja a Szent Lelket, elmondja, hogy velünk akar maradni mindörökké. Ez egyértelmű, hogy egy örökkévalóságra, egész életünkre, és az életünk örökkévalóságban való folytatásában a Szentléleknek van mit bemutasson nekünk. Van mit megismertessen velünk. És azt olvassuk tovább, hogy Jézus azt mondja, ti ismeritek őt, tehát van már valamennyi ismeretetek felőle, már ismeritek, tudjátok, hogy olyan, akitől nem kell idegenkedni, nem kell őrizkedni, nem kell félni tőle. És aztán azt olvassuk, hogy mert nálatok lakik. Értjük, mit mond Jézus? Jézus így mutatja be a Szentlélek, hogy a Szentlélek nem csak egy-egy ünnepi fellendülésben akar ott lenni, hogy egy kicsikét ő is ottan örvendezzen egy ünnepi pillanatban, egy olyan feldobott konferenciai alkalman, vagy egy-egy kimagaslóbb ünnepi istentiszteleten. Nem. Nálatok. Lakni. És akkor, amikor egy kedves vendéget, hát úgy, ahogy illik, fogadod, és természetesen a vendégfogadásba beleteszel mindent, akkor az a vendég, amikor el kell menjen, mit szokott mondani? Na most már menni kell ugyan, mert olyan a körülmény, de nagyon maradnék. Olyan jó fogadtatásban volt itt részem, hogy itt, hát ide el sem mennék. Volt ilyen vendéged már? A Szentlélek így akar lakni nálunk, nem csak úgy egy-egy átmenetileg vendégként úgy beugrik, egy ünnepi alkalmul vendég, és aztán utána hónapokig, vagy nem tudom mennyi ideig, többet aztán nem találkozunk vele, nem adunk neki helyet, hogy mutassa be, hogy ismertesse meg velünk mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Bennetek marad. Na, ha a Szentléleknek ez az első bemutatása, amit Jézus bemutat, hát egy jó néhány dolgot elmondott itten, még elmond a búcsú beszédében egy néhány dolgot, amiről most nem beszélek. Pali testvér megemlítette a délelőtti szolgálatában egy néhány feladatát, vagy szolgálatát a Szentléleknek, amit végez a hívőkben. De mindaz, amit Jézus bemutat itten, még ezzel az alkalommal se, a búcsú beszédében sem mondott el mindent az övéinek. Közvetlen mielőtt elmegy a földről, még valamit bemutat a Szentlélekről. És ezt is megelevenítette Pali testvér a délelőtti alkalommal. Úgyhogy nem elevenítem meg az apostolok cselekedeteiről írott könyv első rész 8. verséből elevenítette meg azt, ahogy az Úr bemutatja a Szent Lelket. De meg most jöjjünk vissza, maradjunk csak ennél, a kezdetnél, ha nem ismerem
a Szentlélek ABC-je ismertetésének az A betűjét, akkor tovább nem mehetek. Nem ugorhatok egyből az egyetemre, ha nem végeztem el az állami iskolát. Hiába akarnék én egyetemre menni egyenesen, nem, előbb el kell végezzem az ABC-nek a megtanulását, a gyakorlását, és a Szentléleknek, a Szentlélek megismerésének az ABC-jében ez az első. Ő vigasztaló, ő az igazságnak a lelke, ő akar velünk lenni, ő úgy jön, hogy örökké legyen velünk. S én csak úgy akarom, hogy ünnepnapokon jöjjön, akkor már startból nem úgy fogadtam, ahogy Jézus bemutatja. Nem úgy fogadtam. Ő velem akar maradni mindörökké, és a mindörökké abban benne van az is, amikor ott vagyok lent a mélységben, amikor vissza vagyok utasítva, amikor ki vagyok taszítva a társadalomból, vagy éppen a közösségben úgy érzem, jól értetted, úgy érzem, na az érzés, ilyen érzésekre ne adjál. Ilyen érzéseknek ne adjál helyet, hogy úgy érzem, hogy a testvérek, vagy valamelyik testvér, és akkor szoktam mondani, vagy szoktad mondani, vagy szokták akik, no nem mi, mások szokták ezt mondani, mi nem mondjuk akkor. A Szentlélek azért jön, hogy azok között a körülmények között is vigasztaljon, és engedjem, hogy vigasztaljon ő. Akkor most elteszem a kérdést. Akarom-e, hogy lakjon nálam? Akarom-e, hogy maradjon bennem, mert ő így jön? És ha nem így van fogadva, akkor nagyon-nagyon szomorúan és tisztelettudóan félrevonul. Nem tolakvó, nem leuraló, mint az, akiről délelőtt Zoli úgy említette, hogy a tolvaj. A tolvaj. Az ön is leural. De a Szentlélek tisztelettudó. Ha úgy fogadom, ahogy Jézus bemutatja, ő így akar jönni. Fogadom-e így? Benne, ebbe beletartozik azt, hogy Jézust jobban szeretni fogom mától kezdve. A 2017-es szeptemberi konferenciát követően jobban fogom szeretni Jézust, jobban oda fogok figyelni arra, hogy mára milyen parancsát akarja, hogy megéljem, megtartsam. Akarom, hogy az adott napnak a nehézségei, gondjai, küzdelmei között legyen helye a Szentléleknek, hogy vigasztaljon, szóljon hozzám, és mondja el, az emberek ezt adnak neked, az emberek visszautasítnak, de a mennyei atya értékel. A mennyei atya értékel. Jézus úgy fogalmazott, és megeleveníti Jézusnak azt az ígét, amit úgy mondott, hogy az én atyám, az megbecsüli. Érted, mit mondott Jézus? Hogy az atya megbecsül valakit, embert, különös becsbe részesíti. De ezt Jézus mondotta, és a Szentlélek ezt meg fogja elevenítni. Az emberek most megvetnek, vagy úgy érzed, hogy megvetnek. Vagy visszautasítnak. Vagy nem értékelnek kellőképpen. És akkor el fogja mondani, gondoljál csak Jézusra. Hogyan értékelték őt, hogyan fogadták őt, hogyan becsülték meg őt, hogyan tisztelték őt. Emlékezzél meg, hogy azt mondták rája, hogy Beelzebubban szövetkezik, és úgy csinálja a dolgokat. Eszünkbe fogja juttatni, és fog vigasztalni. Legyen helye az életemben úgy, mint vigasztaló. És legyek annak a tudatában, hogy ő nem csak ünnepnapokon akar velem lenni, nem csak olyankor, amikor nekem a kedvem tartja,
nem csak olyankor, amikor akarom, hogy tehát a Szent Lélek által örüljek, és ha esetleg nincsen éppen úgy, ahogy én azt elképzeltem, akkor azt mondom, ó, nem volt a Szent Lélek öröme. Nem volt a Szent Lélek öröme a gyülekezetben. De vajon te adtál helyet, hogy benned örüljön a Szent Lélek? Hogy benned örüljön a Szent Lélek? Micsoda, a Szent Lélek akar örülni bennünk? Igen? Vajon? Vajon igaz ez? Tudjátok, mikor örül a Szent Lélek bennünk? Elárulok még egyet most már az ABC-nek, nem tudom a hányadik betűje, mert nem számoltam ki, majd esetleg, ha kiszámoljátok, akkor majd megtudjátok, hogy a hányadik betűje, talán a 16. fejezetben van, ha jól emlékszem. János Evangélium a 16. fejezetében. Igen, a 11. vers. A Szentlélek mit csinál Jézussal? Bennünk. Örvendezik. Az engem dicsőít. Érted, mit jelent ez? Az engemet dicsőít. Mit jelent az, amikor dicsőítésről van szó? Az örömöt jelent, mert öröm nélkül nem lehet dicsérni az Isten, vagy dicsőítni az Isten. És aztán még a dicsőítésről, hadd mondjam el, a dicsőítés kifejezésben nem csak az éneklés van benne, szépen való éneklés, benne vannak a zsoltárok, a dicséretek, a lelki énekek, amit hallottunk az Efézusi levélből, ugye azok benne vannak mind, a Szentlélekkel való beteljesedett emberekben benne van, de miben van az a dicsőítés? Az majd engem dicsőít? Bennetek, rajtatok keresztül? A dicsőítésnek a mondani valóját Jézus nagyon röviden és tömören megfogalmazta a főpapi imájában, amikor azt mondotta, hogy én dicsőítettelek téged e földön, hogyan? Hívő testvéreim, hogyan? Azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amit rejám bíztál, hogy végezem azt. Az majd engem dicsőít. Akkor, amikor engedem, hogy azt arra vezessen rejá a Szentlélek, abban segítsen engemet, amit Jézus rám bízott, hogy cselekedjek, amit rám bízott, nem amit másra, azt, amit másra bízott, azt hagyjam, hogy csinálja más. De azt, amit rám bízott, ne mondjam azt, ezt megcsinálhatja még más is. Nem mindig, ha miért mindig én csináljam, ezt megteheti más is. Akárki, valaki, bárki, ugye? Nem. Azt te kell megtegyem. Azt én kell megtegyem. Amit rám bízott. Jézus azt mondotta, én azzal dicsőítettelek téged ezen a földön, hogy elvégeztem, nem kezdtem el, és aztán félbehagytam, mert az emberek egy kicsikét nem éppen tapssal fogadtak engem, nem nyújtották ki előttem a piros vagy a vörös perzsát. Én ezen a földön, a körülményektől függetlenül elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál. Én ezzel dicsőítettelek téged. A Szentlélek akar örülni bennünk. Akkor, amikor örül a Szentlélek bennünk, és dicsőíti Jézust, akkor az én örömöm is a Szentlélek által teljes lesz. Szentlélek általi öröm lesz bennem. Nem csak akkor, amikor én úgy gondolom, hanem akkor, amikor az ige szerint történik ez. És aztán, ha a délelőtti alkalom azzal fejeződött be, amit Józsi testvér az Efézusi levél 5. fejezetből olvasott, én nem olvasom azt az egész szakaszt, nem is terveztem az egész szakasznak az olvasását, ugyan 3 igeverset terveztem, most csak annyit fogalmazok, meg ami a 18. igeversben van belefoglalva. Pál apostol akkor így kellett fogalmazzon, és meg ne részegedjetek bortól, amiben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. Nem teszek hozzá az ígéhez, hanem csak időszerűsítem az ígét.
ne engedjétek, hogy semmi elvegye a józanságotokat. A józanságotokat semmi el ne vegye, nem csak a bor vagy egyéb részegítő italok vehetik el az embernek a józanságát, hanem nagyon sok minden. Ne részegedjetek meg, ne engedjétek, hogy e világnak a befolyása, e világnak a lelke, a józan gondolkozásotokat, a Krisztus szerinti gondolkozásotokat elvegye, hanem teljesedjetek be Szentlélekkel. És ha úgy akarok beteljesedni Szentlélekkel, hogy azt tegyem, amit az ígében folytat a Szentlélek által az apostol, akkor így a Szentlélek örömmel jön és betölt. Örömmel jön és betölt, mert azt mondja, hogy Péter, János, Pál, Csaba, Józsi, és folytathatnám mindenkinek a nevét, akarnak beszélgetni egymás között dicséretekkel, zsoltárokkal, lelki énekekkel, szívükben is akarnak dicsőséget adni az Úrnak, nem kívülről szép dicséretet, és aztán belül, ott a szívben már nem az van, itt a megfogalmazás az van, hogy szívetekben is ugyanaz legyen, ami a felszínen van, az legyen a szívben is, és mindez hálaadás között. Nyilván néhány perc múlva fog következni, hogy hálát adjunk. Az igében azt hallottuk az Efézusi levélből, hogy hálákat adván mindenkor mindenekért, a mi Úrunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és az Atyának. Ha mindenkor mindenekért illik hálát adni, mindenkor mindenekért, nyilván, hogy ennek a konferenciának a befejező imádságában, amelyben néhány perc múlva sor fog kerülni, vagy amelyre sor fog kerülni, akkor helyet fogunk adni, hogy mindazért, ami ezen a konferencián elhangzott a tanításban, az ígékben, elkezdve az imaórából való üzenetbe, még ott van a szívünkben az a Filippi 2.15? Hogy ebben az elvetemült világban ragyogni kell, fényleni. Ott van a szívünkben? Nem akkor, amikor szépen minden ragyog körülötted, akkor én is. Wow. Nem. Nem. Az elvetemült világban ragyogni. Akkor, amikor a sötétség, akkor, amikor a visszautasítás, amikor a megvetés, akkor, amikor a bármi jön a világ részéről, akkor is ragyogok. Engedem, hogy a krisztusi ragyogás a Szentlélek által a sötétségben, mert a sötétségben kell ragyogni a fénynek. A világ nem fogadhatja be, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek. Ti ismeritek. Valamennyit már ismerünk a Szentlélekről. Lehet, hogy nem mindent jól ismerünk sokszor, mert csak valamikre építettünk. A helyes ismertetés vagy a bemutatás Jézus adta meg. Ő mutatja be a Szent Lelket. Ismerjük meg úgy, ahogy ő mutatja be. És ha a Szentlélek megismerése ABC-nek az A betűjét hallottuk, megtanultuk, és azt mondjuk, hogy mindörökké lakni nálunk, és maradni bennünk, hát már három nap után azért akármilyen kedves vendég van a magyar mondásban, na nem mondom tovább, a Szentlélekre ez nem illik, és ne csak vendég legyen, hanem állandó lakó. És akkor érvényes az, hogy beteljesedve a Szentlélekkel. Legyen ez így. Amen.